Most? Most van. Á, bocsánat. Köszi, hogy szóltál. Magamból beszélek. Ez gyors lesz. Hopp, megjött a halacska a salira. Aha. Ez már egy nagyobb bacska. Csuka lesz. Vagy mégse. Csak úgy indult. Hiszem, hogy valamikor nagyon rá kell állnom a kishalas gyűjtögetésre. Na, ó, 2,8 kilós. Szép. Hoppá, úszó meg van. Ja, nem úszó. Jó. Azért messzebbre akartam dobni ennél. Fönt van a víz tetején, az nem jó. Ha jól tudom. Na, ma megint. Meg kell találni a gyorsaságot, hogy még milyen gyorsan kell húzni. Ja, és előbb mondtam, hogy ha gyorsan akarjátok kihúzni a halat, akkor és shift, és már ki is kapja a vízből. Jó. Meg szerintem nem is ez a bot kell nekem, másik. Spinning. De ez is ugyanúgy néz ki. Ha? Há, jó. Na nézzük. És azon még hiányzik is valami, de jó. Nem. Igen. Ez 4 kilós. Nem ez kell nekünk. Mégis csak jó bot volt bánom. 6 kilós, igen. Ezt próbáltam előbb? Vagy nem? Köszönöm, megint kapás. Lemegy ez a nap, akkor átmegyünk a másik helyre. És horgászunk egy kicsit. Hármas. Most ez elment, vagy ez elment? Ja, szerintem azon nincsen semmi. Ja.
Na. Épp, hogy bedobtam. Na szóljatok, hogyha sötét van, vagy valami. Nekem... Nem tudom, én úgy látszik, hogy hozzá vagyok szokva a sötéthez. De nagy 140 g-os halacska lángatja a botot. Nem szoktam lámpát kapcsolni. Szerintem így is lehet látni elég jól. Ezek már sötét van, ez. Próbálunk más is. Már pergetéshez már túl késő van. Szóval lemegy ez a nap 9 óráig, akkor átkötözünk a másik helyre, és ahogy látom a szánkomat is már lassan üríteni kell, mert megtelik. Azt mondja, egy fél ár. Ez kell nekem. Hát most már este van. Ha jön a kukac. Béka nagyon kísért, hogy lehet, hogy békázni is kéne ilyenkor. Mi volt ez? Azon kívül rablás. Szóval ahhoz képest, hogy ugye 21 óra van, nekem nagyon világos most ez, még bekapcsolom a lámpát, sokat nem javít rajta. Hát ugye játékban a gombát kéne állítani. Lejjebb veszik a gombát. Hát itt se. Változott valamit, nem nagyon mi. Mint hogy semmit nem állítanák rajta. Lehet, hogy én látom rosszul. Ja. Nem, azt le kell rakni. Igen, ez van, amikor nem rakom sorba a botokat. Na, ez egy kis hal. Ja. Egy.
Pedig erről akartam levenni a csalit. Szerintem, hogy erre már nem jön. Tessék. Így is lehet. XP. Hát 800 körül. Az úgy nagyon sok. Az nem lesz meg egy óra alatt, az biztos. Közben megjavítottam a beírást. Most már tudok ilyet is. Hogyha valaki szeretné értesülni a live-ról, a Discord is már küld ilyesmit, értesítést, az fel tud iratkozni. Ú, de szép. Na, kapcsolunk lámpát. Csak most nagy a csönd. Hát szóval a Glisson nem jött be. Cserebere. Ja, igen. Leszettem róla a felszerelést. Megpróbálunk. Kis ha... Na, ez miért jött így ki? Ez mi volt? Elég furán viselkedik ez a húszós dolgok. Most is. Basz. Maradj már ott. Jó, akkor szerintem a húszós azt most elfelejtjük. Látszik, most sikerült valamit elcseszni. Ami eddig működött. Na. Akkor vissza. Spin nem kell. Ezt kell nekünk. De... más csalival. Rakunk rá kenyeret.
Na most ez, de még mindig nekem túlvilágos van. Bár igaz, teli hold van. Közben ugrálnak itt a halak, de jó. Pedig nagyon izgatja a fantáziámat, hogy hogy lehet például békát fogni ebbe a játékba. Mert elvileg kell lennie. Ugye itt a csaliknál itt van. Csak hát nem tudunk olyat fogni. Ebből meg már szerintem annyi van, mint a fene. Kis halakból nincsen. Kis halcsaliból. Hol van? Még összekeverem. Nem. Ja. Szóval halszeretből is van rendesen. Ebből a májból, vagy miből, az ugye kellett a halcsának, hogy volt ez a kaja. Ezt fogalmam, és mi ez valami halikra? Miből lehet szerezni? Ez a kis halak. Ebből háromba, ebből föl kéne tornáznom magam. Ebből a máját ezt elég könnyen lehet csinálni. Ugye 1 és 5 kilós halakat lehet feláldozni. Például ezt a pontyot föl lehet, ez elég kicsi. Mert ugye színezve vannak a halak, nagyság szerint. Be is áldoztuk. Kettő lett belőle. Na. Itt a kedvencünk. Let's get a pörbérbérre, vagy a fenére. Elég jól jönnek halak. Tencset is kéne fogni, de azt még ahogy nem sikerült összehozni. Meg ezt ilyen rócs. Vagyis kell. Jó. Na. Ja. A rekordokat akartam megnézni. Na. Statiszt. Mi rekord? 6 kilós. Hát a nagyobb. Ja. Hat kilós ponty. Azt hiszem pont itt fogtam. 10 kilós. Milyen? Csuka? 1,8 kilós harcsa. Csak az, hogy miért nem írja, ugye, hogy mivel fogtuk. Ennek fogalmam is. Valaki tud angolul. Mi lehet ez? Szerintem ezeket lehet fogni, ezeket a halakat. Ez micsoda? Pióca.
Na. Láttam, a kenyérre se akarnak jönni. Akkor menjünk biztosra. Az a kis halakra meg biztos, hogy nem fog jönni egyelőre semmi. És az csak a... Hét óra felé talán. Glésként cserél. Hát, ha egy harcsaid a téved. Ja, ugye erről nem is lehet. Ki kell cserélni. Így. Lehet, hogy messzire dobtam. Majd kiderül. Na, nagyon csendben vagytok. Elesítek itt a technikát, azt velem nem osztozok meg semmit. Hát nagyon reméltem, hogy ma megvan a hatos szint, és meg tudom nézni a másik a tavat, hogy hogyan is néz ki, meg hogy ott miket lehet összeszedni. De hát sajnos ez most elmarad. Na, nagyon nagy a csend. Nem tudom, hogy horgászik-e most valaki. Szóval nála is előfordul ez a úszós probléma. Hát, hogy megint frissítettek valamit, mármit szerver oldalon, aztán valamit elcsöztek. Mert eddig nem csinálta ezt a problémát. Elég furán viselkedik a úszós szerelék. Nem. Azt akartam mondani, hogy ez is van kisebb halacska lesz, de ez nem kisebb. 1,1 kiló ez, igen. Ez nekünk most nem kell, jó? Mármint... hogy mondják ezt? Mindjárt megnézem. Questbe.
Na, szóval ugye előbb a színekről beszéltem. Ez a német oldalon van, hogy ezek a sima értéktelen halak, a szürkék. Utána ugye vannak a zöldek. Talán jön a kék. Aztán van a lila. Meg ilyen rózsaszín, vagy nem tudom, milyen különleges halak vannak. 4, 4, 3. Ez is fel lehet áldozni. Ja. Elég ramatyulálunk, anyagilag. Idézem. Azt mondja, hogy mennyiból van 6. De úgy látom, most abból se kell majd sok. Nem, igen. Jönnek a harcsák, lehet, hogy nagyon kidobtam. És bedobtam a vízbe. Ó, szíjére kellene. Kiviszedem. Hát ez is nagyon bement. Húzzunk rajta egy kicsit. És az a jó, hogy, hogy itt is ugye játékpénzbe kerülnek a csalik. Mára még. És ha kiveszed a botot a vízből, akkor nem veszik el a csali. Rajta marad. Csak halaknál veszik el. Jó, emlékszem, a RF-nél pedig akkor bármikor kivetted, akkor az el is veszett a csalid. Na mi van? Mi az a csend? Na azért. Ojoj. Hát a kezdő húzás után elfáradt. Jó, akkor lehet, hogy rosszul emlékeztem rá, de üdv újra. Egy egész 2 kg. És most nem dobálom be annyira. Próbálok hülyeségeket mondani, hát ha közbe szóltok. Amúgy segítsetek, a harcs az ugye valahogy a víz szélén szokott tanyázni, vagy nem. Nem vagyok valami nagy horgász, a harcsára meg főleg nem szoktam horgászni. De annak nem a tó közepébe kell bedobni a csalit, az biztos. Mihely? Ajjaj, akkor egy pont fordítva csinálom. Szondja, itt vagyunk. Akkor lehet, hogy nem a part szélre kell dobnom, hanem pont be a... De várjunk a másik helyen. Aha, lehet, hogy pont bedobtam, hogy nem a vízbe. Akkor pont fordítva. Nem közelre kell dobni, hanem jó messzire.
Mindjárt olvasom. Ezt úgy bevágtam. Sőt, nagyon bevágtam. Még jó, hogy maradt valami a zsinóron. Na, nézzük. Kezdő hely előtt egyből lemész a parcsot, bedobsz. Tökleves mögött szokott jönni. Harcsa? Na, azt is jó tudni. Nem tudom, hogy itt voltál, amikor a előző helyen voltam. Az a csukázós hely. Az való itt lehet. Ez a részem. Ezt érdemes megnézni. Jó, hát most úgy szó szerint nem célom, hogy harcsázzak. Ugye úgy Silver Brim kellene, Tench, azt még nem fogtam itt, meg lehet, hogy nem is lehet. Meg grócsúból kéne pár harcska. Na, tessék, itt ugrál valami. De Brim az a pont a másik helyen van, de azért megvárjuk a reggelt. El kéne ugranom leadni a halakat, mert még a végén megtelik a szánk. Nézzetek. De először körülnézünk, hogy ezt nem adjuk el le. Jó. Így. 41. Pengőcske. Gyerünk vissza. Ja. És még abban nem vagyok biztos, és igen, hogy ezeket a helyeket hogy lehet felfedezni, mert ugye amikor belépsz a játékba, ugye csak az a kezdőpont van. Oda tudsz utazni. Aztán egy idő múlva, én körbejártam, igaz, hogy nem tudom, hanyadik szint után, és utána oldotta fel ezeket a pontokat. Ajánlottam másnak is, hogy csinálja meg azt, hogy oda megy arra a helyekre. Aztán neki nem adta meg. Megint... Az a moderátort ki kéne kapcsolni. Szóval igen, akkor jól sejtettük, hogy szintfüggő ez a helyfeloldás, azt hiszem a harmadik szinttől engedélyezi. Akkor jó tapasztalatok. Nem tudom, láttátok, hogy a botnál volt egy nagyobb kis halacska. Megfordult. Én azt tetszik ebbe a vízbe, hogy azért bele lehet látni. Akkor elvileg itt szerintem az egy csuka akart lenni. De 2 órakor nem tudom. Nekem mindig ilyen reggel 7 és este 6 felé volt, hogy fogtam csukát. Most nagyon megállt. Majd megint nem akarom elkiabálni, hogy szerver problémák lesznek. Na.
Papam, papam. Nya. Hát a másik hely az kicsit forgalmasabb, de túl látszik, csak így nappal van forgalom. Ott a kezdőhelyen elég jó hagyja a halakat. Félek, hogy ezt túl messzire dobtam. Kép kiveszem. Kell csinálni valamit. Ajaj. Jó van. Mint a... Rángott. Gyere csak ide szépen. Így, így. Nem is volt nagy. Na. Híredeznek a halak. Remélem. Hát te vagy egy krócián. És már negyed egy. Hát ez ma nem lesz meg. 400. Hanem 700 hiányzik. Bár hogyha három, nem is három szilver kell, hanem hát ott is kell még egy ilyen három kiló, és akkor lenne 316 XP-m a questből. Meg a roachból is lenne 300, az már 600. Necces, necces.
Kapcsoljuk a lámpát. Na, ettől megint elkezdünk majd egy kicsit pergetni. Pedig szépen vodrozódik a víz, de a hal az úgy látszik nem akar jönni. Azt mondja, hogy májunkból van már 9. Tehát szerintem addig elég lesz egyelőre. Azt mondtam, hogy 4-től elkezdünk. 4-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 
Tök mindegy, mert így sincs, úgy sincs kapás. Nézzük, hogy négytől lehet-e pergetni. Bot. Erre meg kapás van. Ez nagyon recseg. És viszi a felszerelést, ami nem a legjobb. Ez az, fáradjál csak szépen a... Oké, csak mennyire lehet fúra húzni. Ó, eljött a kis halas csuka is, de jó. Tök jó, hogy egyszerre minden jön. A Murphy törvénye. Össze-vissza húz. Hát, hogy végig utána kéne menni, mi?
Ellen a szakítsat. Egyet ment a kertem. A másikat azt nem merem, mert... Jó. De még mindig viszi. Francos. Áradj már el. Remélem nem ment el. Meg itt van. Közben ott van a csuka is. Lehet, hogy azt már elvesztettük. Jó, a francia sembe. Még mindig 20. Ez nem egy kis hal lesz, az biztos. Jajajaj. Kevés. Hát, izé. Nem sok zsinek van rajta már. Hát nem akarok tippelni, de eddig 6 kiló volt a legnagyobb. Nem volt ilyen szivatos. Éppen lassan jövöget. De még mindig 20. Na, tipp, hány kiló lesz? Felszerelés, benne adja a kulcsot. 4-5. Van 6 kiló volt a legnagyobb eddig. És az valahogy könnyebben kijött. És azt hiszem ez 8 kilós a felszerelés. Ugye a legnagyobb orsó, legnagyobb, ja nem, kettes zsinór van rajta. Na, nem zsinór, hanem a korog. De majd megnézzük utólag, de úgy emlékszem le, hogy nem a legkisebb felszerelés. Legvégén van basszus a piros, és még mindig 20. Erre csak az orsó. Lassan közelít.
majd nagyon lassan próbáljuk a ősi trükköt. Na, segítünk egy kicsit a botta. Ez az. Ajaj. Na, kezdi meg adni magát, úgy látom. Gyere, 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 gyere. Na. Hol vagy? Három kilós damír, négy kilós, hát akkor ez igaz, nem éppen nagyobb volt. Akkor ez úgy elment. Hát van ez. Van ez így. Megnézzük, hogy a csukánk hol van. Szerintem az is elment már. Nem. De. Akkor melyik bot? Ja, itt meg. Ezen is van valami. Ilyen nincs sem? Nincs. Ja. Jó vagy. Szupergető bot. Na, nézzük csak meg. A szupergető. Jó, hogy ezen... Aha. Moszkiró, rosszul emlékeztem. Akkor ezt átrakjuk. És dobjuk majd be. Ez a... 23-as. Ja. Egyessel meg pörgetünk. Ez pedig már majdnem kint volt. Ez a minika majdnem. De már kezdtem úgy hinni, hogy ez már meg lesz. Há, vannak ilyen tévedések. Mászt is megnézem. 6 kilós, 5, jó. Ja.
Na, megint kezdni. És már ez az erősebb ott. Megint viszi a fenébe. Még hogy viszi? Ahogy a... Jó, én olvastam, szóval van egy kis dolgod. Oké. Hát... Már csak fél órát leszek maximum. Nekem még... Lehet este dolgom van. Na. Ez is az utolsó percben fog elmenni, hogy írk. Szépen át tud húzni. Ilyen francin cápák vannak itt. Na ez a horgászat, amikor így meg kell küzdeni, halé. Nem érem, az ki fog jönni. Jer. Ugye közben, majd megmutatom, hogy azért romlanak a cuccok is. Bár a orsót meg ilyesmit azt még nem láttam, hogy romlott volna, meg a bot.
a horogok meg a előke. És a damilt, azt sem tudom, hogy romlik. Majd megnézzük. Lehet, hogy valamik szerkezet nem bírta a kiképzést. Na gyere, gyere, gyere. Nem sok kell. Már így volt az előbb is. Recseg, recseg. Add már fel. Már valami látszik. Szépen közelít. Pontja. Na. Ugye meg lesz. Már itt van a párt szélén. Na, még a kezem is belesipott. Még 20 perc. Mármint az én időben. Átlátogatunk a másik helyre. Még utoljára. Nem ezt akartam. Hányas vagy? Kettős. Szóval ide. Hansázó hely. Szerintem itt jó lesz. Azt mondja, hogy... Három kiló? Nem. Erre. Azt le kell cserélni. Kettesre. Nincsen kettes horgó. Hoppá. Fel kell mennem a bódba. Hol vagy? Kettes. Most már lesz pár rabul látom. Már kis időre, ugye? És
Remélem, hogy jó átdobtam a másik oldalra. Ja. Szerintem itt jó lesz. Csúzzuk közelebb. Jó. Jó. Egyes az villantó, az most ugye nem kéne. Jó. Jó. Na itt lehet látni, hogy romlott a előke. Hármas, hogy áll? Tökéletes. És akkor sorba is van rakva, jó. Na. Lássuk a medvét. Na, még 15 percük. Sikerül addig fogni legalább egy harcsát. Harcsa nem is lesz, de... Látom, hogy... Megint egy nagyobb acska halacska. Kicseszünk vele, közel megyünk. Hát, ha gyorsabban kijön, gondolom én. Lehet, hogy nem kéne így a szélnaszálon pengetni a Damilt. Csánat. Szerintem recsek a orsó. Szerintem, amikor szép csendben van és dolgozik, húzza a kis halat. Látom, át kell szoktam a nagyobb botra, mert túl termettek itt a halak. Gyere csak, gyere, gyere, gyere. Te már meg vagy, remélem. Ez az. 2,5 kg, hát ez nem is olyan nagy. El nem szenved a... Jó. Nézzük, van nagyobb botot. Ez a... ez kéne nekem.
Ez az. Megnézzük, biztosan biztos. 8 kiló, ja. Na. Még 11 perc. És meg el... Valami árnyat láttam itt a vízbe. Elhúzni. Van két pontjunk. Egy három, majdnem 4 kilós, majd egy 2,5 kilós. Az már úgy szép. Van három hal a szánkban, az hogy megtelt már. Majdnem. Majdnem fele. Hol lehetne még? De amit mondott a srác, ugye, hogy a kezdőhelytől tök leveles, hát ott nincs is 3 méter, és nem is olyan mély a víz. Ott szokott lenni harcsa. Mert a mély rész az ugye itt lenne. Meg már fogtam is itt harcsát. Azt az egyet. Az is majdnem 2 kiló volt, 1,8. Van még 8 perc, 1 óráig. Aztán én könnyes búcsút veszek tőletek. Nekem éjszaka dolgozni kell. És valamikor aludni is kell. Aztán ha minden igaz, akkor holnap újra itt. Remélem, hogy holnap most már nem fog késni. Így holnap reggel 8-tól megint horgászat. És ugye holnap még ilyen nap van. Csütörtök. Csütörtök este is megyek még dolgozni, mert pénteken már nem. Ugye ünnepnap. Szóval ez a menetrend. Szombat, vasárnap, meg aztán kifulladásig. Szóval most nagyon bele fogok lendülni ebbe a horgászatba. Hát, izé. Azért még egy hal azért megajándékozhatna a játék. Addig is, aki még nem iratkozott fel a Discordra, az megteheti.
csak ott automata küldi a értesítést, hogyha éppen live-ba vagyok. Ha éppen a Discord, a Twitch rosszalkodik, nem küldi értesítőt, ott biztos, hogy fog küldeni. Kalózkodol, az mit akar? És le fogom venni ezt. Na, gyors voltál. Atlasz, na. Azzal én is játszottam, meg most is, most hétvégén is. Besegítettem. Főúztam egy kisebb hajót, ne semmivel közlekedni. Hát most nem merek belekezdeni az Atlaszba, ez ugye elég időigényes, meg lehet vele tökölni. Már jövő héten jön a Planet Zoo, aztán az minden időmet el fogja venni. Szóval csak így beugrottam segítségbe. Hát... igen. PvP vagy PvE? Őszintén a PvP-t, szóval nem szerettem. Semmi játékba. Én a PvE. Na, akkor az jó. Én ilyen kreatív szellem vagyok mindenféle játékba. Így az Atlaszba is építeni, meg az állatokat ugye befogni, nevelgetni, pároztatni. Na, ilyenekben benne vagyok, meg a hajókázás felfedezés, de hogy egymás ellen harcolgatni az, hogy nem az én stílusom. Még egy utolsó halat szeretnék fogni a játékba. Aztán tényleg. Nyugvóra térek. És áthelyezzük egy másik helyre, mert szerintem az meg túl messzire dobtam. Na, a tigris az jó. Az Atlaszban az első dolgom mindig, hogy medvét beszerezzek. És onnantól kezdve ennyi a világ. Már ha jó, erős medvét. Hát ha M5-ről beszélsz, nem tudom, hogy official server, vagy az M5 az ugye szerverenként minden más lehet. EUPVE. Aha, akkor official server. Ebből kiindulva. Na, az az. A kegér. A csodaszer. Aha. Ó. Lehetett látni a live-ba? Valami megint elhúzott a botalt.
58. Akkor még két percecske, amit kihasználjuk. Most dobtam, ott szoktam brímezni, és oda szoktak jönni. Elvileg, most egy se jön. De a harcsás hely, az meg, hogy nem akar összejönni. Vagy az időpont nem jó, vagy a hőmérséklet nem jó, 18 fok. Akkor ki tudja. Hát, köszönöm a felajánlást, egy official szervert azt hogy nem igen szoktam díjazni. PV az még oké. Okay. Meg amit ugye említettem, hogy a Atlas az eléggé időigényes egy játék, szóval el tudnám tölteni az egész életemet. A Árkba is van azt hiszem több mint 2000 órám, szóval ott is eléggé tevékeny voltam. De jövő héten kezdődik nekem a játék, így nem is leszek olyan időpontban, ahol együtt tudnánk játszani. Valamilyen éjféltől hajnal 3-ig leszek live-ba is. Szóval köszönöm a felajánlást, de bár, na, más is ér a cseten? Mi a franc? Wolfenstein Hun. Mert te hogy kerültél ide az én csetemre? Tényleg most akkor külön szedték a nyelveket, hogy... Na, jűrjünk egy. Mert én nem láttam senkit, hogy beírt volna a csetre. Na. Külön magyar cset lett. Úgy látszik, hogy nem akarok hülyeséget mondani. Hogy országokra bontották volna a csetet. Nem mondjuk, nem rossz ötlet, hogyha így lenne. Úgy sértjük egymás szavát, mármint az angolokat, vagy a németet. Igen, én is, nekem ez fura. Mert eddig az volt a fura, hogy nem írt senki. Csak azt láttam, hogy a saját fogásaimat, hogy ugye kiírta. Most meg valaki beírt egy... Valaki beírt a chatre, azt tessék, van... 1, 2, 3, 4... Négyen, akik így egybe beírtunk, hogy mi a fene van. Na jókor, mert ugye 3 perce befejeztem a közvetítést, ugye, mert nekem mennem kell. Na mindegy, ezt is megtudtuk. A végére. Mi volt ez a több órás leállás? Oka.
Na most ezzel mi van, miért ilyen lassú? Ja? Nem jó, ma shifter. Na, megyünk még. Leadjuk a halakat. Megnézem, hogy a boltban van-e valami változás. Azért úgy szép. 16 pezetta. 3 darab halé. Már ebben van egy nagyobb, ez a kék. Ja, mondom, leadom a halakat. És 4 darab hal, bocs, már számon is tudok. Na nézzük. Hát csaliba nincs változás. Pergetőbe sincs, botokba sincs. Várjunk. Ez volt, vagy nem volt? De ez valami, de volt. Ez az úszós botok. Ez a pergetős bot. Ugye a fenekező, ebből csak egy van. Ja, orsók, ez sincs változás. Damilagban sincs változás. Akkor nem, nincs más változás. Akkor csak a színlépésnél lesz. Ami ugye... Hát még mindig 700 XP kellene. Na jó van, hát köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Legközelebb is várok mindenkit szeretettel. Remélem, hogy újabb tapasztalatokkal fogunk bővülni a játékkal kapcsolatban. Hát mindenkinek szépet. További szép napot, meg jó játékot, meg nem tudom. Szóval sziasztok!